viszonya. Azért, mert vettem azt az elektromos rullát a Zsoltinak, ő most, de ő kapott hátizsákot. Nem kapott hátizsákot, hát kapott hátizsákot. De kapott Zsófi hátizsákot, de... Nem jár hegedű órára? Jár hegedű órára, nem? Ja. De... Ahhoz van kedve? Nincs, nem tudom, nem érdekel. Az az ő dolga. Húzza a száj. Én is húztam a száj. De azért szeretnénk, hogyha járna hegedű órára. Én nem szeretném. Nagyon fontos a gyereknek. Jobban szeretném. Tudom, a te családodban fontos volt a zene, a te családodban mindig nagyon fontos volt a zene. Az én proli családomban nem volt fontos a zene, de a te családodban. Igen, és azért nem zongorázik, mert hát ugye zongorával menekülni nagyon nehéz, ugye. Személyeskedni. De te sem ellenkeztél nagyon, amikor beirattuk hegedűre, utána lettél mérges, amikor otthon már gyakorolt a gyerek, aztán ennyi az egész. És nem földszinten, hanem nem kiugrottam volna az jó, de te is hallgat zenét. Hallgat, zenét azt hallgat. Hallgat. De azért tudod jól, hogy a zene mennyire megnemesíti az embert, és az nagyon fontos, hogy Zsófika járjon. Na most nagyon... Ezt hallgatod egész. Otthon se vagy, úgyhogy nagyon sokat nem hallgathatod, amit én beszélek. Amikor otthon vagyok, akkor ezt hallgatom, de nem értem egy szót se belőle, mert az életem egy része az nem lenne együtt, mert én dolgozom, mint állat. Én is dolgozom, nagyon sokat nem vagyok otthon, lehet, hogy a gyerekek... De én felelősségteljes munkát végzek, nem, én nem testi kontaktba kerülök másokkal, én az agyamat használom. Igen, én pedig a kezemet használom és a lelkemet, mert masszírozom az embereket, és szerintem az is ad annyit, mintha valaki az agyát használja. Én meg a biztonságukkal törődök, ugye? Igen. Az életükkel törődök. Most akkor beszéljünk a gyerekről. Előbb játszunk valamit. Igen. Jó. Csak így, hogyha a levegőbe elképzelnénk egy ilyen fehér papírt, jó? Akkor most képzeljük el, hogy ez a házasság, ez a kapcsolat, ez mikor milyen hullámokat vetett? Ezt le kéne így rajzolni a levegőbe. Általában az a tapasztalatom, hogy úgy szokott kezdődni, hogy úgy megy fölfele, nem? Tehát úgy nem érdekből házasodnak manapság az emberek. Most éppen milyen hullám, hogy mondják, hullám völgyben, vagy hegyben, vagy miben? Megezérjünk inkább mi is, mert könnyebben tudom dolgozni. Szerintem egy nulla állapotban vagyunk. Tehát úgy értem a nulla állapotot, hogy most itt magának bemutattuk, hogy tudunk veszekedni is, de egyébként nem sokat törődünk egymással. Tehát, hogy nem találkozunk, ezért nem nagyon beszélgetünk. Ez csak egy reakció, nem törődés, mert ugye, hogyha kapnék valami érzelmi hullám löketet, akkor én is de egyelőre, hogyha valami hullámot indítok én el, akkor ő is vagy jelen hullámot interferenciába kerülünk, és akkor létrejön ez a szép, nyugodt. Igen, egyszerű bölcsész vagyok, nem tudom ezt a fizikát. Tehát, hogy nem jól reagálunk egymásra, ez ilyen. Hát egy cunamival kezdődött, hogyha már ennél egy érzelmi cunamival kezdődött. Tényleg? Meglátni és megszeretni egyetlen egy pillanat műve volt. Megláttam a Széchenyi Fürdőben ezt a gyönyörű masszőzt, aki úgy bánt a férfiakkal, összecsomagolta őket, kibontotta őket, és úgy jött mindenki a kezelésedtől. Én is kipróbáltam, fantasztikus. Aztán ott maradt a kezeim között. És egy ideig jól voltam. Ajánlottam neki egy nagyon jó életbiztosítás. Egy ideig jól masszíroztam. Megfelelt neki a masszírozásom. Nekem meg az ő biztosítás. Nekem is az ő biztosítása, azért kérdeztem, hogy vajon a gyereknevelésben mennyire voltak vagy vannak különböző elvek? Hát itt a hegedű órán bemutattuk, hogy mennyire. Az egy eltérő nézet. De most mi van a én gyerek? Azt gondolom, hogy a lány neveli az anyja, a fiút neveli az apja. De ne szóljunk bele a fiú nevelésébe. És én egy kicsit másként képzelem. Hát én zongorát, ha mondtam, én a zongorát jobban kezelem, de nem. Szóval ez nem zongora, nem zongora, akkor hegedű. Egyszerű a hegedű, igen. Egyszerű a hegedű. És a fiúból meg autószerelő lesz. Szerinted.
Te mondod, hogy autószerelő lesz, amikor azt mondod, hogy az a fontos, hogyha valaki használja az eszét, és azzal akar előbbre jutni. Én azt szeretném, hogy közgazdász legyen a gyerekről. Egy autószerelő, hogy használja az eszét, én elmegyek 50 ezer forintot, ott vagyok, csak ránézek akkor az autóra. Akkor most még egyszer kérdezem, hogy most mi van? Jó, lediplomázik, de úgyis autószerelő lesz, mert abból lehet megélni. Ezek el vannak nélkülönösen. Én nem jelzem. Bocsánat, a gyerekek miatt jöttünk, nem igen, magunk. Tulajdonképpen igen. És tudom, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, magának nem tudjuk fizetni azért, hogy bennünket elevesz. Tehát a gyerekkel kapcsolatban, igen, nem, a gyerekkel kapcsolatban jöttünk. Mi a baj a gyerek? Tényleg vagy, nem az iskola pszichológusnál vagyunk. Azt mondtad, hogy az jó, mi kifizetjük? Fizetünk, igen. Mennyit? Én fizetek. A Zsófi, hogy jár Julihoz, én azért fizetek. Jó, én keddenként meg pókerezek. Mindenki arra költi a pénzét, amire akar. És drága? Nem, nagyon jutányos áron vagyunk itt. Akkor biztos szar. Majd elküldöm őt is magához kezelésre. Jobb, ha nem vagyok itt, állandóan, azt hiszem. Állandóan. Úgy érzem, hogy jobb, ha nem vagyok itt, hát, mert akkor másként viselkednék ma. Most teszed, nem érdekel, te pénzed, csinálod az agyadat, mármint, hogy teszed magad a Júli előtt, hogy te milyen kemény pasas vagy. Jó, csöndbe vagyok, már nem szólalod. Ugye, nem nincs hullám. De tulajdonképp irányítja valaki ezt a család. De én csak főzök, masszírozok. Jó, jó. Családi rész, nagy részét a Kati. Hát kvázi ezeket a női dolgokat én csinálom. Itt a pszichológus, igen. Na, jó. Mi van a gyerekkel? De mi a kérdés? Szeretném mi van a gyerekkel? Ide jár. De miért jár ide az a gyerek? Azért jár. Tudom. Nem mondom neked, hogy miért jár ide a gyerek. Akkor miért jöttünk ide? Hát, tudod, nem hogy tudjuk, hogy mi a baja. Hogy én tudom, hogy mi a baja. Tudom, a két nagy füles kellene neki, az a baja. Mert kamaszodik ilyenkor, megváltoznak, az egy, de nem értem. Miért kellett a bal lapockájára azt a halálfejet oda tetováltatni? Miért vagdossa föl az erejét? Igazi öngyilkos akar lenni, akkor nem itt vágja föl az erejét, érted? Mondd meg, hogy csinálja rendesen. Valamit jelezni akar nekünk, igen, valami nincs, mi nincs rendben. Mit akar jelezni, mi a baja a gyereknek? Mert itt bolózik. Tehát, hogy ő miért magának elmondja biztos Júli azt, hogy mi a problémája. Igen, mi a problémája. De nekünk nem mondja el, csak a jeleket látjuk, az, hogy halálfejet tetováltat, az nem kutassuk, probléma, mert kutassuk ki a naplóját, mondtam, hogy kutassuk ki a naplóját, abban biztos benne van, és sokkal olcsóbb is valószínűleg. Igen? Azt gondolom, hogy biztosan el fog mondani, amit ő gondol. De magának mit mondja, neked mit mondott? Nekem beszél. Na, akkor kérem az információt. Mondtam, hogy nem fogja elmondani, mert olyan, mintha orvos lenne. Egy orvos nem mondja el a titkot. De nem orvos. A gyerek beteg? Nem beteg a gyerek, akkor nem orvos, ugye? Nem de gyógy. Lelki beteg a gyerek, jó? Azt te honnan tudod? Hát azért jár a te vagy a szakember, vagy ő a szakember? Ha? Már ezt is tudod? Jó. Hogy az Átlag emberek című egyik kedvenc filmemből idézek, ahol véletlenül a filmtörténetben látni egy pszichológust, aki nem elmebeteg, hanem egész normális, és megkérdezik a páciense hozzátartozói ugyanerről, és ő csak egy szót szól rá. Hétpecsétes. Mi? Titok. Hétpecsétes? Hétpecsétes. Igen, kéne foglalkozni. De az az én gyerekem maga, ne pecsételgett, vagy te ne pecsételgett a gyerekemet, a gyerekemnek. Jogom van tudni, hogy mi baja van a gyerekemnek, hogy elvigyem orvoshoz, tudjak vele beszélgetni, megoldjam a problémáját. Ezt megmondhatom. Jó helyen van, nálunk lakik, persze, jó helyen. De mi a baja? Ha nem mondod el, akkor kénytelen leszek, hát úgy mondjam, lépéseket tenni. Vannak nekem ismerőseim. Odafönn az egészségügyi minisztériumon, de úgy kirúgat, nem mondanám, de ki tudok rúgatni embereket, hogyha nem úgy történnek a dolgok. De hogyha mi egy kicsit jobban odafogunk, szeretném, hogyha némi információt kiszolgatni, akkor nem lenne ez a problémája valószínűleg a gyereknek. Számoljunk tízig, jó? Jó. Garbuszi.
rendes ember nem köhög. Mondom, rendes ember nem köhög. Rendes ember nem, de aki veled él, az már nem rendes ember, hanem szóval az egy köhögős ember. Lassan hát bejárt. Hát ez így nem lehet. Kedves Kati és Józsi. Szóval szeretném tudni, hogy mi baj a gyereknek. Értem. Le akarod írni? Vagy levélben elküldeni? Semmilyen formában nem fogom. Jó, menjünk, menjünk. Otthon megbeszéljük. Lépéseket fogok tenni. Én is teszek egy-két lépést. Jó lenne, hogyha, szerintem jó lenne, hogyha munka után néznél, mert ez nem marad meg nekem. Marad, gyere már! Nem menjünk bele, sehol nem. Szóval... Sok ilyen volt. Igen. Például majdnem volt egy olyan jelenet a forgatókönyvben, de azt végül kihúztam, hogy ugyanígy jön az iskola igazgatója, és ott még iskolapszichológus voltam, most úgy látszik, nem az vagyok, de teljesen mindegy, hogy az iskola igazgató követel információt valamelyik gyerekről. És hát ugye én bő 10 évig voltam valóban iskolapszichológus, és hát nem tudom, megkérdezem, kinek mi a véleménye. Hol van az a határ, ahol nekem azt kérem, hogy hát tudják, hát ez a gyerek, hát ez... Hol a határ? Sehol. Hogy? Hát 7 pecsétes. És meg kell mondanom, hogy felnőttekkel is előfordul ez. Tehát, hogy féltékeny a felnőtt ember a másik felnőttre, hogy jár a pszichológushoz, hogy miért itt teszi le a problémáit, miért nekem mondja el. A felnőtt embernek a felnőtt anyja is kikéri magának sokszor, vagy otthon, vagy akár nálam, hogy akkor ez most hogy van? Hogy mit tud a pszichológus, ugye ezt ilyen kedvesen támadólag kérdezik, de ez nagyon fontos dolog, hogy ez egy szuper védettség. De tényleg, hogy van-e valakinek ötlete, vagy gondolata arról, hogy hol van esetleg az a helyzet, amikor mégiscsak, nem tudom, engedni kell ebből. Lehet olyan? Életveszély. Hogyha ő életveszélyben van. Most egyébként volt olyan helyzet, nem is egyszer, például, hogy konfliktusa volt egy gyereknek, vagy akár egy egész osztálynak egy tanárral. Vagy volt olyan, hogy valamelyik gyerekkel, aki nagyon agresszív volt, stb. Tehát én abban tudok segíteni, hogy azt mondom, hogy oké, üljünk le együtt, hívjuk el azt a valakit, nem tőlem fogja megtudni, hogy mi a bajotok vele, de talán az én jelenlétemben könnyebb lesz, nem tudom, valamilyen módon szembesíteni. Tehát ilyen közvetítői feladat az azért előadódik. Na jó, a következő jelenetben Józsit fogjuk látni, aki a munkahelyén kapott egy telefont a titkárságtól. Szabad Múlt héten összetegeződtünk, ne haragudj már, hogy figyelmeztetlek erre, azon a kellemes vállalati rendezvényen. Igen, igazad van, foglalj helyet. Köszönöm szépen. Hogyha az új projekttel kapcsolatban érdeklődnél, a Varázshegy projekt az egészen jól áll. Tehát, fölmérést készítettem, és tulajdonképpen a családok, az érintett családoknak a 90%-a kának szüksége lenne egy ilyenfajta biztosításra, hogyha családi biztonság, hogyha a súlyosabb betegsége lenne a szüleknek, akkor egy szanatóriumi elhelyezést tudunk biztosítani. Nagyon örülök, hogy ilyen jól dolgozol ezen a projekten. Nem is ezzel a projekttel van probléma, nem ezzel a termékünkkel van probléma, és nem is a termékkel, hanem azzal, hogy ahogy te ezeket a termékeket árulod, azzal van probléma. A mutatóm ez kimagaslóan jó. Igen, tehát vannak nyitott mutatóid, és vannak titkos mutatóid. Katina, miről beszélsz?
arról beszélek, hogy van az a termékünk, ami a Csicsóka néven fut. Igen, régen elején is elleneztem ezt a hülye nevet, Csicsóka. De ez nekem nagyon tetszik, eredeti, jó, belenyugodj. Különleges, nem is a névvel van probléma, igen, hanem azzal, hogy tudomásomra jutott, hogy ezt a Csicsóka terméket, ami tulajdonképpen egy VIP termékünk, igen, bizonyos cégek kaphatnak. Magánszemélyek is kaphatnak, nem? Azok is kaphatnak. Az ötödik oldal hatodik bekezdésében. Igen, nagyon örülök, hogy a magánszemélyekről beszélsz, mert éppen arról van szó, hogy te a magán Facebookodon, ami ugye nem magán Facebook, hanem a Facebook oldaladon bizonyos embereknek beszéltél erről a Csicsóka termékről. Nem haragudj, mert az én személyes magán, ugye a barátaimmal megbeszélek néhány dolgot. Igen, de úgy látszik a barátaim, magán. Ezek a, ugye, mivel a Facebook nem egy magán terület, de ott egy baráti beszélgetés, vagy egy lájkolás, vagy egy hozzászólásból más is információkat kaphat, és ezek a mások, én mások információi visszajutnak hozzám is. Dicsértem bizonyos, igen, termékeket. De hogyha egy bizonyos terméket, ami belső termék, ezt te kiszolgáltatod, nem egy nagyobb közönségnek, akkor arra, nem hogy olyan értékes már mi termék. Bocsánat, én beszélek, én vagyok a főnök, én kérlek számon, hogy bizonyos helyzetekben nem viselkedhetsz így, mert ez a termék értékét veszti akkor. De én nem szolgáltattam, bocsánat, én mindig beszélek. Nem szolgáltattál, csak beszéltél róla. De tehát többet én saját magán.